Legutóbbi négy bajnok ilyen mindkét csapat 10 pontot szerzett, így két jó formában lévő együttes lépett pályára a Várdai stadionban. Az első komolyabb lehetőségre a 25. percig kellett várni, akkor Takács került helyzetbe, Felépe azonban hárítani tudott. A 42. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda, egy jobbról beívelt labdáját Horváth harcolt meg, majd Cukaleszeré került a labda, aki a Debreceni kapuba emelt. A 45. percben ismét örülhetett a hazai közönség, egy baloldali szögletet követően ennek készítette le lövésre a labdát Luke akinek bombája a kapu bal felső sarkában kötött ki. Az 56. percben lezárt a meccset a várda, egy gyors kontra végén húgó szekó passzolt Horváthoz, aki elhúzta a labdát a kapus mellett, majd beállította a 3 0 végeredményt. Jól kezdtük a mérkőzés lehetőségeink voltak, azok kimaradtak, aztán volt egy 15-20 perc, amikor az ellenfél átvette a kezdeményezést, nekik is megvoltak a lehetőségeik, és a helyzeteik azok is kimaradtak. Itt nagyon nem mindegy volt, hogy kirúgja az első gólt. Mi betaláltunk, és onnantól kezdve éreztünk egy kis nyugodtságot. És mivel két-három percre jött a második gól, az úgy érzem, hogy döntő volt ezen a mérkőzésen. Félidőben megbeszéltünk mindent, mindenkit arra kértünk, hogy fegyelmezettek legyünk, mert lesz helyzetünk. Harmadik gól is jött. Hát én úgy gondolom, hogy ez a 3-0 talán egy picit. Picit soknak tűnik, mint különbség, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten nyertünk. A vendégek edzője Herceg András leginkább azt sajnálta, hogy a három bekapott góra egyesen tudtak válaszolni. Az elmúlt négy mérkőzésen nem kaptunk gólt, most sajnos kaptunk hármat. Az első húsz percben nagyon gyengén kezdtünk. Rengeteg pontatlanság jellemezte a játékunkat. Kezdtünk kiegyenesedni, kezdtünk jobban lábra kapni, Pont akkor egy sajnos egy egyéni bából ö, gólt rugott az ellenfél, majd jött egy bombagól. Másik félre próbáltunk ö, volna mozgósítani a erőnket, hogy ö, ugye a csere is ezt szolgálta, de sajnos a másik félbe is nem sikerült ö, ö, jó teljesítményt ö, nyújtanunk. Másik mérkőzésen nem rúgunk gólt, minden támadónk a pályán van, tehát ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk. Viszont ezzel nem volna semmit a kisvárdai érdeméből. Gratulálok a Kisvárdának! A forduló további eredményei a következők. Budapest Honvéd Puskás Akadémia 2-1, Paks Szombathely 1-1, Mezőköves Demtéká Budapest 2-3, Molvidi FC Diógyőr 1-2 és Újpest Ferencváros 1-1. A tabella élén a 43 pontos Ferencváros áll megelőzve a 34 pontos molvid FC-t. A 22 pontos kisvárra a tizedik helyen várja a Paks szombati vendégjátékát.